Izgalmas meccsen vagyunk túl, de sajnos vesztettünk. Mi volt más, mint két nappal ezelőtt? Szerintem kicsit mondhatjuk, hogy kiestünk a ritmusból. Én úgy éreztem, hogy kicsit most jobban erőlködtünk, mint sem játszottunk. Én szerintem ez lehet az oka. Gödöllő lényegesen erőteljesebben tudott támadni, mint a Folyondár utcában. Ez megzavart titeket a pályán? Hát igazából számíthattunk volna rá, hiszen tudtuk, hogy az a Gödöllő, akivel játszottunk, az nem az a rendes Gödöllő volt. És a Magyar Kupán se azt a Gödöllőt láttuk, hanem inkább ezt. Úgyhogy tudhattuk, ez nem szabadna, hogy meglepjen minket. Számítottunk erre. Csak nem sikerült reagálni szerintem az erőlködés miatt, mert csak feszültünk, hogy menjen, de nem sikerült annyira. Ez nehezíti a helyzetünket a Folyondár utca vagy a harmadik meccs előtt, hogy most ma kikaptunk? Szerintem nem, sőt, még inkább lelkesít, mert egy ilyen pofon után, hogy itt is 3-1, még csak nem is egy küzdős 3-2-ös kikapás, hanem egy 3-1-es viszonylag hát jó, szoros és küzdős meccs, de szerintem ez csak lelkesít mindenkit, hogy megyünk tovább és visszaadjuk nekik.